Hello mindenkit, itt vagyunk a Lightroomban, ahol nem olyan mindennapos, hogy művészi kép effektusokat vigyünk egy fotóra, hiszen általában nem erre való ez a szoftver, tehát nem effektezésre, meg mindenféle rajz, festményszerű kép hatásra. De igazából, hogyha egy kicsit tologatod a csúszkákat, akkor erre is van valamilyen keretek között mód, ezt próbálom most nektek bemutatni, egy teljesen egyedi effektussal, ami egyfajta ilyen régies grafika képregényszerű hatást próbál a képekből varázsolni. Bármilyen fotóra egész nyugodtan ráhúzhatjátok, szerintem elég jól fog működni, és természetesen utólag a saját igényeitek meg ízlésetek szerint át is variálhatjátok azt. Nézzük meg, hogy hogyan működik mindez, tehát beimportálod a fotót, amit szeretnél, és utána a develop részre kell kattintanod, majd pedig kezdjük a basic beállításokkal, rögtön itt a beállító sávunknak az elején. Először is Expozíciót emelünk, amiből nem kell sok, bőven elég egy ilyen fél fényértéknyi emelés, de igazából nem kötelező. Viszont a kontraszton alaposan visszaveszünk, amennyire csak lehet, tehát mínusz százra, mivel később még igen erős kontraszt emelő hatásokat is fogunk alkalmazni a képen, úgyhogy itt ebből a kontrasztból nem kérünk annyira. A highlights, a shadows és a vice csúszka koppanásig jobb oldalra kerül, és már is egy ilyen túlvilágított, egy kicsit szétcseszett képet kapunk, de ne ijedjetek meg, lesz ez még rosszabb is. A Blacks viszont mínusz százra kerül, amitől az említett kontraszt már is sokkal erősebb, és a kontrasztot a következő két csúszkával is emelhetjük, meg is tesszük, a clarity plusz százra állítom, amitől már is ez a rajzos hatás kezd előtűnni, és a dihéz is valami hasonlót művel, amit azért, ha nem is plusz százra, de ilyen plusz ötvenre érdemes beállítani. A vibrance nem kell állítanunk, a szaturációm, vagyis a színek telítettségét viszont lehúzzuk, hiszen egy ilyen monokróm, fekete, fehér kép hatást szeretnénk. Igazából ilyen barnás, szépiás lesz a hatás, de mindegy. Meg vagyunk a basic résszel, úgyhogy menjünk tovább a tone curve ami szintén egy nagyon fontos, és inkább a rajzosságot, a kontrasztot, a világosságot beállító terület. Itt a legfontosabb, hogy itt ezt a két darab kis jelölőt teljesen szintén koppanásig jobbra húzzuk. Tehát itt a jobb oldalit és a középsőt is, ameddig csak lehet, nem lehet őket teljesen a szélére tolni, de amíg lehet, addig húzzuk őket, tehát ez 90-es és 80-as értékre. Ezután pedig következik ez a négy csúszka. Egyébként, ha nem látod itt ezt a négy csúszkát, akkor itt alul a jobb alsó sarokba kattints rá erre a kis ikonra, és akkor elő fognak tűnni, és már is ezeket a beállításokat kapod. Szóval, a highlightsunk plusz 100, tehát ez is koppanásig megy a végéig. A lightunk viszont negatív irányba, ha nem is teljesen koppanásig, de azért elég erőteljesen egy ilyen 80-85-ös értéket érdemes beállítani nála. A darks, vagyis a sötét színek moderáltan, visszafogottan egy ilyen 20-25 közötti értékre érdemes állítanunk. A shadowzzal viszont ne legyetek szerények, legyen plusz százas ettől még rajzosabbá válik, az élek még jobban elkülönülnek, kevesebb az átmenetünk, de hát nagyjából valami ilyesmit is szeretnénk. Ezzel meg is vagyunk, úgyhogy mehetünk lejje, most jócskán le kell görgetnünk, a színekkel nem foglalkozunk, hiszen egyelőre nincs is szín a képünkön, a split toninggal sem, de a detail az nagyon fontos. Itt állíthatjuk be például a képünknek az élesítését, illetve a zajszűrését. Utóbbi, az csak opcionális, ha esetleg túlságosan sok zaj jött elő, akkor szűrheted, de igazából nincs jelentősége, hiszen a későbbiekben még egyfajta szemcsézettséget is viszünk a képre. Ha akarod, akkor egy ilyen 50-es, 50 körüli értéket beállíthatsz. A lényeg viszont itt a sharpening rész, itt az amountot amennyire csak lehet, megint csak koppanásig húzd egészen jobbra, és a radius értéket is amennyire csak lehet. Még kontrasztosabb lesz a fotó, még jobban elválnak a szélek, sőt már fotónak annyira nem is nevezhetjük, ez már majd, hogy nem ilyen rajz. Menjünk tovább, a detailt szintén emeljük, ezzel egy kicsit emelünk ugyan a zajosságán is, de a részletek talán még jobban kijönnek. Ezt nem kell teljesen koppanásig, hát illetve ízlésed szerint, ha úgy értékeled, hogy ez a fotó előnyére válhat, akkor akár százat is beállíthatsz, de egy ilyen közepes, tehát ilyen 50 körüli értéket ajánlok. A masking pedig marad nullán. És lejjebb megyünk még inkább, itt kihagyunk egy pár részt, egészen az effects részig, tehát az effektusokig, ahol beállíthatunk egyfajta vinyettálást és a már beígért zajosítást, vagy inkább szemcsésítést. Kezdjük is ezzel. Itt az amount csúszkát beállítom ilyen 60-65 környéki értékre, vagyis egy elég erőteljes szemcsézetet. Nézzük ezt meg közelebbről, hogy mit műveltünk, tehát ebből lett valami ilyesmi és emelünk a szájzon, vagyis a méretén ezeknek a szemcséknek is, tehát legyen egy ilyen durvább, inkább analógos hatású. Ez körülbelül ilyen 50-es értéknél szerintem megfelelő, és a roughness is emelünk, vagyis a durvaságán. Ez ilyen 65-70 környékén beállítom 68-ra valahol a felénél. Ettől elmosódottabb, egy kicsit ilyen analóg, egy régi újságra hasonlító, mint hogyha egy régi magazinból vágtuk volna ki, és mondjuk egy ilyen képregény lenne és adjunk neki egy szép keretet is, ami keretet a vinyettálással, vagyis a post-crop vinyettinggel fogunk megcsinálni. Itt marad ez a highlight mód, az amountot ebben az esetben mínusz százra állítjuk, tehát egy nagyon-nagyon erős vinyettálást fogunk létrehozni, nem is fogunk, mert már létrehoztuk, a midpointot pedig mínusz 30-ra, ami annyit tesz, hogy még bejebb kúszik a középponthoz képest, a roundness viszont mínusz 100, ami elkezdi a szélek felé, a sarkok felé távolítani, és egyben négyszögesíteni. Ez itt éppen a kör négyszögesítése, amit végzünk. Tehát ilyen diafilm keret hatású lesz az egész, és még a fedörön is állítunk egy kicsit, mégpedig lejjebb visszük valamennyire, amitől kicsit kiélesedik az éle. Tehát még inkább a diafilm vetített dia keret hatású lesz az egész nagyjából meg is vagyunk, és azt is mondhatnám, hogy így meg is elégedhetünk az egésszel, de én szeretnék egy ilyen szép, mint hogyha egy papíron lenne ez a kép, egy ilyen szép fehér bevilágítást a sarkokban, úgyhogy ráviszünk egy elliptikus effektet, mégpedig itt ezzel a radial filterrel. Rákattintunk a filterre, és a kép nagyjából közepétől egy ilyen szép ellipszist húzunk, nem baj, ha egy picit kilóg a képből egyébként, de a sarkokat ne érintse, tehát így nagyjából betakarja a kép közepét. És mindjárt az első mozzanatunk az, hogy itt alul a feather értéket lehúzzuk, egy körülbelül ilyen mínusz 20 környékére. A 21 sem olyan nagyon rossz szaturációt azt visszatesszük, tehát minden egyelőre maradjon nullán, és most beállíthatjuk. Az expozíción erősen emelünk. Ja igen, valamit elfelejtettem, de mindegy, beállítom azt az értéket, amit itt felírtam magamnak. Tehát az expozíción erősen emelünk egészen ilyen kettő fényérték fölé. Ugye azt felejtettem el, hogy nem a kép közepét akarom alakítani, hanem inkább a sarkait, tehát itt az invertnél ügyelj arra, hogy ne legyen bejelölve a pipa és így pont a szélén fog az, amit most beállítunk, érvényesülni. Szóval, legyen jó erős ez a beállításunk. A kontrasztunk ebben az esetben szintén mínuszos, tehát ezt lehúzzuk mínusz százra. A highlights-on igazából olyan sokat nem kell állítanunk, viszont a shadowzon igen, ez megint felmegy plusz százig, sőt a whites is felmegy plusz százig. A blacks ugye az előbbiekben mínusz volt, de ebben az esetben ez is a plusz irányba megy, tehát plusz százas érték. Ettől egy kicsit elkezd eltűnni a sarkokban ez a nagy feketeség, és van egy ilyen szép világos bemosódásunk a képen. Itt van még a cleritink is, ami inkább ezen a kereten alakít, zajosabbá nem annyira széppé teszi, ziláltabbá teszi az egészet és ez nekem tetszik. Ami pedig még maradt, az a dihéz, amin az előbb emeltünk, most viszont csökkentünk, csak a sarkok miatt, és szépen, hogyha ezt levisszük ilyen mínusz 60 körüli értékre, akkor ad egy ilyen nagyon világos, ilyen kilukadt hatást a képnek. Már csak egyetlen beállításunk van, mégpedig itt alul a color rész. Nekem ez a sárgás szín tetszik, úgyhogy rákattintok, és gyakorlatilag meg is vagyunk ezzel a kicsit barnított, szépiás, mint egy megsárgult retro hatással. Ide rákattintasz a Dán gombra, és akkor le is okézhatjuk. És láthatjátok, hogy ennek hatására ilyen kiukat, néhol szakadozott hatást kaptunk, olyan, mintha félig lenne befejezve a rajz. Tehát a lapot nem mindenütt satíroztuk volna tele. És ez a végeredményünk. Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy tetszett nektek, és valamikor majd tudjátok hasznosítani, ha éppen ilyet akartok, és épp a Lightroom-ba akartok egy ilyen hatást létrehozni. Ha úgy érzitek, hogy hasznos volt, akkor ne felejtsétek el a lájkot, like illetve ha esetleg még elfelejtettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!